Az a baj, hogy ezen a talajon igazából nem lehet kihozni azt, ami a lovakban benne van. Nem fordulnak úgy, meg amikor az ember egy kicsit gázt adott, akkor rögtön keresztbe fordult a kocsi. Úgyhogy igazából túlélésre játszottunk. Megpróbáltuk megőrizni az első helyünket, amit megszereztünk az első nap, és meglátjuk, hogy ez mire lesz elég. Mivel, hogy versenyről van szó, is semmi nem biztos, nyilván az utolsó nap fog eldőlni minden, de ez a maratonhajtás azért ez egy nagy küzdelem volt, gondolom, mindenki számára, és legalább azt is kipróbáltuk, hogy itt ezen a terepen, hogyha esik az eső, akkor milyen körülményekre számíthatunk, és körülbelül mi az, amit figyelembe kell venni ahhoz, hogy minél gyorsabbak legyünk. Köszönjük.